Az amerikai vízumbotrányjal folytatjuk. Napok óta arról szólnak a hírek, hogy az Egyesült Államok korlátozza a magyar állampolgárok vízummentességét a 2011 és 2020 között kiadott új útlevelekre vonatkozó biztonsági aggályok miatt. Már azonban az is kiderült, hogy a beutazási szigorításért David Pressman lehet a felelős. A magyar nemzet kormányzati forrásokra hivatkozva arról írt, hogy az USA elfogadta volna, ha a magyar kormány nem adja ki a kettős állampolgárok adatait, ám végül az amerikai nagykövet nyomására mégis a szigorítás mellett döntött. Barna. Köszönöm szépen, Nifu Lomnici Zoltán alkotmányjogász a vendégem, a század vég jogi tanácsadó. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Első kérdésem az lenne, hogy miért most derült ez ki? Pressmanó nem hiszem, hogy úgy ébredt föl reggel, hogy na mit kéne csinálni? És akkor ezt kitalálták. Vagy ő, vagy nyilván Washingtonba jöhetett, de hát itt olvasom, és az ön nyilatkozatát olvasom, hogy az Európai Uniós jogot sértett volna, ha kiadják ennek a 900 embernek, külhoni magyar kettős állampolgárnak az adatait. Tehát akkor, ha kiadtuk volna, Amerika Amerik azt mondta, hogy hát köszönjük szépen, az Európai Unió meg eljárást indított volna ellenünk. Hát mit lehet ilyen kocsi? Így van, így van. Uh... Ha az adatkiadást gyorsan az elején tisztázzuk, hogy ketté kell bontani, tehát amikor valóban nagy tömegben kérnek konkrét megkeresés nélkül általánosságban adatokat, tehát itt ugye közel egy millió emberről van szó, akkor az egy más kérdés, mint hogyha bűn nügyi jogsegély keretében keresik meg hazánkat, és ott kell kiadni konkrét folyamatban lévő büntetőeljárás, vagy gyanúra hivatkozva egyes személyek adatait, mert hogy a belügyminisztérium parlamenti államtitkár azt nyilatkozta ebben a körben, hogy ez minden esetben megtörtént. Ami pedig az időzítést illeti, hát ahhoz, ha megengedi, nagyon röviden meg kell ismerkednünk egy Maximilian Schemps nevű osztrák fiatalemberrel. Akinek a neve két európai bírósági ítéletben is ö, örök időkre, ö, hogy úgy mondjam, fenn fog maradni, hiszen a Facebookon keresztül támadta ez a, az osztrák ügyvéd aktivista az amerikai adatvédelmi rendszert. És két ítéletben is, az úgynevezett SEMSZ 1 és SEMSZ 2 ítéletekben az Európai Bíróság kimondta 2020-ban még, hogy nem megfelelő védelmet nyújt a személyes adatok szempontjából, például az úgynevezett adatvédelmi pajzs, amely működik az Egyesült Államokban. És mit mond a GDPR, az EU-s adatvédelmi irányelv, hogy nem lehet kiadni olyan államnak adatokat uniós polgárok tekintetében, ahol nem megfelelő a biztonsági szint egészen július 10-ig idén ez volt a helyzet, amikor is az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Bizottság kötött egy megállapodást, ezt egy rendeletbe öntötték, tehát gyakorlatilag 20 nappal ezelőttig Magyarország egyébként sem adhatta volna ki az adatokat, és itt jön még a toldalék, mivel Kárpátai magyarok is szerepelnek ebben az adatbázisban, és ott, hogyha kiderül valakiről, hogy kettős állampolgár, akkor akár szabadságvesztés büntetése is számíthat. Maradjunk ennél az időpontnál. Július 10- után pedig, ha kiadta volna a magyar kormány, úgyhogy esetlegesen az uniós jogi akadályok elhárultak, akkor pedig a kárpátai magyarok tömegét veszélyeztette volna ezáltal. Tehát ezért merem kijelenteni, hogy a magyar kormányzat vagy a megkeresett hatóságok helyesen jártak el ebben az ügyben. Ez a 900 ezer adat, amit az amerikaiak szerettek volna megszerezni. Hát azon gondolkozom, hogy mit lehet ebből megtudni. Már ha mind valós, tegyük fel, hogy az. Hát mi ezt földolgozzák, nem akarok azt mondani, hogy akkor ki lesz az elnök, mert nem tudom. Tehát ez egy iszonyatos munka lett volna. Igen, de akár szúrópróbaszerűen is vizsgálódhattak volna. Nagyon érdekes a dolog, még egy apróságra hadd hívjam fel a figyelmet. Európai idő szerint, vagy közép-európai idő szerint egészen pontosan a politikó és nagyjából fél tíz körül számolt be erről az ügyről. Egyébként nagyjából ekkor jelent meg az amerikai nagykövetség hollapján is a, ez, az, ez a bizonyos tájékoztatás, hogy EST ESTA rendszer, tehát az elektronikus, könnyített beutazási rendszer szigorítását fogja eszközölni az Egyesült Államok. De milyen érdekes, hogy a, az amerikai nagykövetség Twitter most már X üzeneteit követően 7 perccel a Washington Post éjeli 3 óra 47-kor, igen, mert 36-kor publikálta a nagykövetség, 47-kor megjelentetett egy cikket, hogy tömegével merülnek föl problémák a magyar vízummal kapcsolatban, és már az volt a cikkben, hogy kedden és ezt nyilatkozta az Egyesült Államok. Tehát nyilván nincs hálózatiság, nyilván nincs előre Eh, hogy mondjam, csőbe töltött cikk, de azért hét perc alatt megírni egy ilyen írást, eh, azt le a kalappal, nyilvánvalóan ez már a csoda kategóriájába tartozik. Éles gyors túlló újságíróról Igen. lehet, az szóval az személyesen nem ismerem. Na, a másik dolog, ami érdekes, a külhomban született kettős állampolgárok, magyar is, másfél állampolgárok, mondjuk másfél éve nem utazhatnak be, csak vízummal az Egyesült Államok most, Magyarországon született magyaroknak is megvan ez az az ESZTA nevű elektronikus regisztrációs szigorítva, két év helyett egy év és csak egyszeri belépésre jogosít. Ez egy 90 nap volt, turista vagy üzleti jogból. Tesz, teszem föl, valaki elmegy, megnézi a Niagara vízesés az amerikai oldalról, azt mondja, hogy de oly szép lenne a másik oldalt, Kanadát is meglátogat, hogy megy vissza, Én. meg hova. Nagy valószínűséggel a jelenlegi szabályok szerint, nem fog tudni visszatérni a szigorított rendszer miatt az egyszerűsített eljárás rendbe, vagy az alapján nem tud belépni az Egyesült Államokba. Hozzátéve, hogy nyilvánvalóan, hogyha B-típusú vízumot igényel bárki, amely egy hosszadalmasabb és drágább folyamat, akkor... Ez 60-70 a... ezer forint. Így van, pontosan, akkor, akkor a, mondjam is előre számít arra, hogy oda-vissza fog utazni, a határon át északon, akkor nyilvánvalóan korlátozás, vagy nehezítés, vagy akadály egészen pontosan őt nem fogja érni. De mégis ez rendkívül kellemetlen és kényelmetlen, főleg azért, mert 2009-ig vízumkötelezettség állt fenn az Egyesült Államok és Magyarország között, és mindig el szokták mondani helyesen a vezető kormánypárti tisztségviselők, hogy a katonai és a gazdasági kapcsolatok azok virágzóak a két ország között. Folyamatos katonai, akár hadgyakorlati együtt, szinten együttműködés van a két ország között. Egyébként megjegyzem, az FBI Akadémiától kezdve egy csomó közös együttműködés van az igazságszolgáltatás területén is, mondhatjuk vagy fogalmazhatunk így. És ott vannak a gazdasági kapcsolatok, a Németország után az én tudomásom szerint a második, legfontosabb gazdasági partnere hazánknak az Egyesült Államok. Most innentől nem érthető sokak számára ez a fajta rendkívül barátságtalan hozzáállás a politikai térben, és egyértelműen arra következtetnek az elemzők, szerintem helyesen látják, hogy a Biden kormányzat és a Blinken külügyi kormányzat, valamint David Pressman és a magyar emberek többségének akarata, illetve a nemzeti kormány közötti nézeteltérésről lehet szó, számos témában nem értünk egyet, most leginkább a háború kérdésében, és mivel a kudarcos Bidenomics-nak nevezett Bideni gazdaságpolitikának az ellensúlyozását képezi az a hatalmas bevétel, amit a hadípar realizál az Egyesült Államokban, a békepártiakat most nem nagyon szeretik Washingtonban. Évhúlom és Zoltán Alkotmányogász, köszönöm szépen! Köszönöm szépen!